Ma már csak egy fala és egy sarok bástyája emlékeztet a hajdani kisvárdai vára, mégis ez a régió egyik legjelentősebb mértékben megmaradt ilyen építménye. Ahogy az ország 18 kastélya és másik 11 vára, ugye a kisvárda is a 60 milliárd forintos nemzeti kastélyprogram és nemzeti várprogram keretében újulhat meg a közeljövőben. Itt egy olyan új, innovatív, 21. századi kiállítás kerül megrendezésre, amely filmes eszközökből építkezik. Kisvárdán egymással szinergiában történnek a turisztikai vonzerő fejlesztések, és a jó együttműködésnek köszönhetően a már elkészült és átadott Cinemaqua filmparkhoz hasonlóan itt is egy filmes eszközökkel kerül megrendezésre a várnak az új kiállítása, így módon képeznek egységet az itteni fejlesztések. Ez egy 21. századi innovatív, mind digitálisan, mind manuálisan interaktív élményalapú kiállítás lesz. Ebben a harcászati eszközök bemutatása mellett különféle enteri őröket rendeznek be, sőt még a boszorkányüldözésnek is nyomába erednek. A közel 2,3 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló turisztikai célú fejlesztés részeként a kiállítóterek kialakítása mellett megtörténik a belső vár részleges rekonstrukciója és a meglévő romok konzerválása, rendbe teszik a belső várárkot és két színpadot is kialakítanak nézőtérrel. A vár ezzel új funkciót is kap a jövőben, hangsúlyozta a miniszterelnökség vezetője a csütörtök délutáni ünnepségen. A kormány által elindított vár és kastélyprogram célja éppen az, hogy a lehető leghitelesebb módon állítsuk helyre a falakat és a tornyokat, de úgy, hogy lehessen nekik új feladatot is találni, amely feladat ellátása során képesek a szó legeredetibb értelmében vett gondos és jó gazdáivá válni ezeknek a megújult épületeknek, képesek betölteni rendeltetésüket, képesek a megváltozott igényekhez igazodni. Gulyás Gergely hozzátette, a beruházás a térség jelene és jövője szempontjából is fontos, hiszen a vár fesztiváloknak, színházi előadásoknak és különféle programoknak helyet adva fontos turisztikai célponttá válhat. A település országgyűlési képviselője szerint ráadásul a közelben található más vonzerőkkel kiegészülve külföldi turisták számára is csalogató lehet. Mivel a hármas határ közép meccéspontjában vagyunk, 25 kilométerre van az ukrán határ Kárpátalja felé, 33 kilométerre a Szlovákia fele, Felvidék fele a határ, és az erdélyi, romániai határ is 40-50 kilométeren belül van. Azt gondolom, hogy ez nem csak a határon innen, hanem a határon túlélő turistáknak is megfelelő mód lesz arra, hogy tudjanak elmélkedni, tudjanak eszmét cserélni. Az 1400-as évekbe visszanyúló múltúvár területén csütörtökön időkapszulát helyeztek el. Az új kiállításhoz a legtöbb műtárgyat már beszerezték, kialakítása ősszel indulhat el, és jövő év szeptemberére érhet a végére.